Na, visszatértem. Folytassuk kalandjainkat. Amit egy ilyen szép beomlással kell eszközölni. Jó, de happy vagyok miatta. Hát nehézségen nagyon hamar lemerül a lámpa, szóval figyeljetek oda, mert már 96%-nál tartok. Pedig alig használtam. Annyi a lényeg, hogy itt át kell jutni. Csak nem akarok most így menni még. Ezokat kell majd oda rakni, és akkor... Te ki a szűrszhártya gyulladása vagy? Most halálkom olyan. Te ki vagy? Mutatkozz be! Ki vagy? Ismerős az a hely, már jártam itt, hát nem mondod öcsém. Egyetlen különbség ez a kurva póster, amit én személy szerint én így kihasználok, és ezt most egy eltüntetem. Egyébként minden itt van, ugyanúgy minden. Na, ezt ide rakom. Ezt megfogom. Fűrakom ide. És minden. Így kell csinálni. Itt annyi a feladat, hogy le kell azt másolni, ami ott volt a falon, és akkor kapunk egy alternatív kinézetű ugyanolyan helyet, ami egy ilyen tojásokról kép. Hova töltött? Jó van. Kéz. Ami drótos. Igen, túlszaga van. Aha. Kurva annyit. Na bennem mi van? Kukucs! Szia! Hát... Ujjaj! Vá! Ok. Ennek éget húszagon. Te síp vagy! Te síp! Upszi! Na. Áldozás? Kit kell feláldozni? Szia kutyali mutyali mityú! Nyami? Nagyon f... Hát öcsi, annyira lázod a fejed, hogy valami diszkóból jöttél szerintem. Nem. Szegény kutya. Sajnálom most. Csókolom. Wow! Átment rajtam egy kutya. Ú, Jézus! Szia ajtó! Okay, ez mi volt? Nem tudjuk még. A játék során majd kiderül. Akkor most próbálgassuk ki, hogy melyik a... Jó? Nem ez. Egyébként fogalmam sincs, hogy melyik működik jól, melyik meg nem. Oké. Oké. Ez. Ez. Egyébként ha elolvassuk, akkor... A meleg kéznek, hát... Tűz! Így. És akkor most már tovább engedjük a játék, mert nem engedett volna tovább, szóval... Ajaj. De itt a játék nem magyarázkodik, csak úgy berakja itt a logikai balfasságait. Na. Egy hurok, könyvek, csak nem rőt. De. Na, a zöldre kell rakni az összeset. És akkor... Ah! Oh, igen! Na. Kielvezzük a kezeket. Meg kezeskedik nekünk. Szia, Vietócsa. Ups. Te ki vagy?
Jaj, ne. Hát, ezt az én is megkérdezném. Boldogabb vagy? Boldogabb vagy, hogy megölted a barátodat? Te őrülgyilkos. Háj. Pancsi! Na, milyen gazda? Hát ez is nagyon cuki hely. Húcsém. Oh. Már most elmondom, nem is nagyon érdekel, hogy mi fog itt történni velem. Ó! Oh! Hello, csúszó mászó barátom. Én kell mondom, hogy nem ölt volna meg minket. Fogyasszad nekem itt szármot? Te ki vagy? Igen, én Filip. Mizu? Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Miért nem hallom a hangjukat? Kiknek? Mit kezdve lépke a fejembe? A létezés rémálmát élem át, te pedig meg semmit. Mit kell mondanom? Boldog szülőnapot vagy? Ez komolyan? Ti mit mondanátok egy hangnak a fejetekbe? Mit mondanátok? Biztos megőrültem. Biztos. Miért is nem? Megőrültem. Mindennapos. Mindenben meg szokott egyébként őrülni. Ha nem. Nem igaz. Nincs igazam. Úgy, ne? Úgy. Emeltem most jól csináltam, és majd meglátjuk, hogy most ez jó lesz-e így, vagy... ...hogy meg kell csinálni. Ő egyébként Filip tud úszni, csak a másik oldal nincsen létra. Ez egyébként föl lehet és le lehet engedni a vizet, és így könnyebb lesz a cipiket és... Oh, basszus! Ne! Egyébként regenerálódunk egy idő múlva, szóval... Megmaradok, jó van. Csak nagyon lassan, és bug. Úgy. Csokolom. Aha. De milyen kedves lehet egyébként egy csatornába lenni? Így ebbe belegondolva. Mert ezt a hat dobozt kirakhatta oda. Na vajon ki? Voltam már jobban is. Tök jó lenne, ha látnám magunkat, de nem. Szép a WC. Hát nem is szeretnék oda... Vagy ez mi? Nem zuhanyozol le, mert hülye vagy. Na. Így nézzünk körül. Ja, egyébként még egy karaktert kapunk a játékban, akit mindjárt bemutatok. Nem ez kell nekem, hanem a utolsó. Itt lehet hallani, a gép valami furcsa hangot ad ki, na vajon mit? És ki lehet az a karakter, akit be fogok nektek most mutatni? Gyerekek, ő itt Mrs. A Benelszenszó? Úgy nézett ki, mint aki átvergődött egy csatornán, hogy ideérjen. Hát nem mondod. Ez igazán megtisztelő. Szia. A nevem Amabel. Amabel Svensson, és gondolom, ma én leszek a vezetőd. Ha-hó, hallasz engem? Talán csak egy irányba működik az átvitel. Webkamerám is van, vágj egy hülye pofát, ha hallasz engem. De cuki. Kösz. Oké, meg vagyunk. Volna pár dolog, amit tudnod kell. Persze, ahogy csak kívánja, hölgyek. Tessék.
Kiengedtünk egy vírust, az pedig kiirtott bennünket. 3 hete megpróbáltunk kijutni a bányán keresztül, de nem úgy sikerült, mint terveztük. Talán az egyik inuit dolgozónak sikerült, de a többieket elkapták, néhányan meg pánikba estek és eltűntek. Én szaladtam. Amikor megálltam, egy és egyedül voltam. Ja, és még a déjà vu. Az egyetlen esélyünk egy Howard nevű férfi. Azt mondta, hogy megtalálta a megoldást. Az életjeleit utoljára a könyvtárban észleltük, de oda csak a szervezet tagjai léphetnek be. A lakókörzetből is fogok még életjeleket. Találnod kell egy túlélőt, és be kell jutnod a könyvtárba, ja? És tartsd a 2 lépés távolságot egy medikus fickótól, Richard Eminis-től. Oké. Okay. Egy kicsit furcsán viselkedett, amikor utoljára láttam. Mit nem tudsz még? Lássuk csak. Tartsd nyitva a szemed a fertőzés tüneteire. Jelen, bármire készen. Az előbb mondtál valamit? Szóval az ismert tünetek paranoia és hallási zavarok. Ja, és még a déjà vu? Elég volt, majd szét megy a fejem. Hát ez minden, amit tudnod kell. Átküldöm a víruson végzett kutatásokat, és kinyitok neked pár ajtót. Aztán majd jól szétrúgjuk a se... Akkor elméletileg... most fogalmazzuk össze. Hallási zavarok meg hasonlók ugyebár tünetek. Ha jól tudom, én most hallok egy olyan hangot, akit nem tudom, hogy ki. Szerintem mi is megfertőzöttünk. Nagy valószínűségre, és én ezt nem akarom így elolvasni. Én így... Na. Jegyzetek. Én így akarom elolvasni. Így könnyebb. Kutatás, bla bla bla. Ez se ilyen túl sok... Ebben sincsen valami túl sok izgalom. De van itt egy kiegészítő, hogy Dr. Eminis-től tartsuk távol magunkat, mert ő furcsa. Hát nem sokára a játékba találkozunk Dr. Eminis-szel, szóval... Ja. Nem sokára. Fertőzött meg állt bennem az ügy, amikor rólam mondott. Aha. Jó. Ha már osztoztod kell ezen az agyon, szükségem lesz egy négy. Különös megszer, olyan ritka alkalom, hogy valaki önmagát nevezheti el, most mégis bajban vagyok. Neked van ötleted? Majom. Ne hívd majomnak! Sértő! Tenekrans egy angyalszerűség, és hát de amúgy eljutottunk ide a könyvtárba, nem igaz gyerekek, hogy már ide jöttünk, és akkor ez a sok baromság, egy lenyomat és egy szem. Aj, mennyi probléma van már ezzel is. Egyébként hol vagyok pontosan? A meddig, jaj de jó. Gyengélkedő, kurva egy térkép, jó van. Fegyverraktár. Én már végig játszottam egyébként ezt a játékot is, szóval... Mit értóra érdekelne. Na. Az ott. Te ott jó vagy. Na. Rozsdás, fűrész. Van valami a rozsdás fűrészekben, amitől dorombolhatnékom támad? Kaptál mostanában tetanusz oltást? Csitulsz! Követ valami?
Követ! 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 Pucér fúcer, aki kopasz is! Oké. Okay. Jaj. Lézerek. De rég találkoztam veletek. Na. Ennek írtó nagyon, már hogy is mondjam, írtó könnyű, mint a szám kombinációja. Csak a pirosat kell nyomni. Ennyi. Jaj. Úgy látom. Mit csinálsz? A látóközpont helye elég fejletlen ennél a majomnál. Kussolsz! Lássuk csak, ha így kell lesz, látod? Mintha csak gyurmáznál. Nem akarlak megzavarni, amikor épp a logikus probléma megoldó képességedet csillogtatod, de azért segítek. Azt látod, amit akarom, hogy láss. Kösz! Hé, ha mozogsz, akkor nem működik! Nem leshetsz a bűvész ingujjába? Oké. És ez mi? Meg sem mozdul. Ezt két oldalon lehet megcsinálni. Vagy ide raktuk egy izét, és akkor ott fölmásztak, és akkor úgy átmentek. Vagy lehet könnyebben is. Súlyokat helyeztek el a... Itt? Nem mondjuk. Egy. Kettő. És mondjuk egy doboz. Nem. Még mindig nem elég. Akkor jöjjön még egy doboz. Hát most elmondom, hogy... Igen. Hát gondolom átok itt... Nem bírok itt átsét szólni? Na nem áll. Így. Nehéznek tűnik, mi? Azt pedig nem olvasom el. Aha. Most azt a pontot keresem, hogy... Igen. Ennél ugye az a érvényes. Bementek, ezt elvesztek, ezt berakjátok a harmadik slotba. Ez erre jó. Hát... Mese szép vagy. Tényleg. Na. Oké. Akkor húzzuk meg ezt a kart és... Hát... Aha. Szóval ezzel volt itt a probléma. És ebbe el kéne most azt érnem. Jaj, de happy vagyok miatta. Ki akkor olyan rohadt magasra fölmászni. Így, né. Hát és ugye nem történt semmi. Kilátás módotok szerint. Pedig történt. Találtunk egy ilyet. Csak ezért kellett. Na. A vírusról még egy-két ilyen jellemző, hogy a emberek azt tapasztalták, hogy ilyen akadálypályán kellett nekik átmenniük, hogy megfeleljenek. És hallottak ilyen hangokat, miután megfeleltek. Az életük fő eseményeit
mutatták meg egyébként ezek akadálypályák, és ha hallod azt a szemét, vagy te tudatosodásos is lehetsz, mert ilyen tudatosodásnak is lehetne mondani, akkor ez itt ez a szöveg. Nem képes a vírus átvenni teljes a irányítás, ugyebár. Én nem te vagyok. Én egy nagyobb dologhoz tartozom. Mi semmik vagyunk, csak egy tévedés. Vissza kell térnem hozzájuk, engedj el, eresz ki! Ez nem helyes, velük kellene lennem, én, ők vagyok. Nincsen olyan, hogy én... Mondjuk, nem ez az első alkalom. Egy másikat is megfertőztek. Rőt. Ne. Annyira akart, de nem hagyhattuk meghalni. Kórságnak nevezett minket. Kurva anyátok. Ezért megöltétek. Szemetek. Na, fölmászunk ide. Mi az? Mi az? Úristen! Uá! Ok. Ez volt a legjobb móka egész életemben. Mondjuk, ez még nem jelent sokat. Krenz, ha ilyeneket tud csinálni, én... Így. Megdobálom magamat azzal a dobozzal, basszus. Hogy ne halljam a hangodat. Ja, egyébként ha valaki észrevett, a 420p-be rögzítek csak. Ennek is megvan az oka. Menjünk, vigyük. Így. Igen? Igen, ez az! Szabáld fel, testvérem! Szabadíts meg! Úristen! 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 Pucér! Pucér! Ne nézzé! Hülye puciket! Oké, menjünk tovább. Mérgező gáz. Oké. Na. Hány percnél tartunk? Én csak 22. Jó, akkor folytassuk a játékot. Na, ezt még nem bírom kinyitni. Jó. Ezt ki kellene nyitni. Itt van egy vascső. Ezt el kell... Úgy. Na. És elsőnek itt körülnézünk. Ja, és itt nem véletlenül van egy mentési pont. Használjuk csak ki. Hát nem pont ilyenkor kellett volna kihasználnom, de most... nyitás. Na most kell kihasználni. Mennyi van? 3? 5 szokott ilyenkor már lenni. Na mindegy. Te ki vagy? Nagyon szép a fejed. Nem nyílik. Nem akar nagyon nyílni. Mi a... What? Kitalálom. Egy fontos ember teste. Kurvára az. Oszta!
Szép vagy arany pofám. Oké, heal. Itt lehet látni, azt kell megnyomni. Mindent megadnék, hogy lássam, ahogy megérjük a kockét vízben. Valaminek a Dunában végezni még nekem is szar lenne. És tudod, hogy most mi fogok csinálni? Meglovagolom. Most sem késő addig verni a fejed a falba, amíg össze nem esel. Talán könnyebb lenne, mint folytatni. Hát ezt elismerem. Tudod, az egyetlen dolog, ami erőt ad a folytatáshoz, az az, hogy amikor végre kitalálom, hogyan vessek véget ennek az egésznek, te is velem jössz. Rohadt kedves vagy, mondtam már. Jaj, hála a jó Istennek, szóval tovább haladok. Emberi testrészekkel a hátizsákodban rohangálsz, és még én vagyok a rossz fiú. Hát, ja, te vagy. A kis barátod ez a majó. Itt lett volna egy ember. Kicsit viharvertnek tűnik. A helyedben irigyelném. A magam helyében is irigyelném. Hogy követhetnél el öngyilkosságot, ha nincs szíved, amit meg tudnál állítani, és nincsenek kezeid, hogy megragadj egy láncfűrészt? Azt az én még kinyitom. What? Ok. Szerintem ennyi elég is volt ebből a részből. Nem. Még egy kicsit viszem. Egy icuri-picurit még viszem. Mondjuk pont ehhez a szöveghez értünk. Ami szinte azt mondja, hogy hogy alakult meg ez a kaszt. Melzit volt az, aki megcsinálta, és volt egy tanítvány, akivel, hát hogy is mondjam, szexuális kapcsolata is volt. Testi érintkezés más néven. Erről nem szeretnénk már többet hallani. Őt azt hiszem itt is van egy izé, és akkor itt is van egy ilyen. Ezt tudtam. Na, és akkor számítógép teremben vagyunk. Annyit kell most tudni. És mielőtt arra mennék kell, hogy megnézzük. Igen, indítás, hálózat, interfész lesz. Fontos lesz. Ez arról számol be, hogy milyen programok vannak, meg hasonló. Ez hasznos lesz, de nem most. És szerintem bőven tudok majd nézelődni később. De lesz itt most egy új szereplő, és ezt majd a következő részt szeretném hagyni. Szóval, sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és többet akartok, iratkozzatok fel a csatornámra. Érdekesen alakult sztori is, szóval miért is ne? Na, császtok!